Rossz hangulat, fáradékonyság, ingellékenység. Ilyen és ehhez hasonló tünetekre számíthatnak azok is, akik egyébként semmilyen krónikus betegségben nem szenvednek. Hiszen a gyakori időjárás változások és hőingadozások kisebb-nagyobb mértékben, de szinte mindenki egészségére hatással vannak. Sokan szenvednek a frontoktól, amelyek befolyásolhatják a teljesítő, koncentrációs képességet is, ezáltal az életminőséget, mondta el híradónak dr. Kis Csaba házi orvos. Igazándiból csak mérsékelni lehet, tehát ugye azok, akiknek van valamilyen krónikus szívérrendszeri, légzőszervi megbetegedése, vagy valamilyen egyéb egészségügyi probléma miatt legyengült az általános állapotuk, ők általában azért sokkal nehezebben viselik ezeket a fronthatásokat, különösen akkor, hogyha ilyen nagy hőingadozással, légnyomás változással járnak. Ilyenkor ugye azért még egy teljesen egészséges ember is azt veheti észre, hogy jóval fáradékonyabb, fejfájása jelentkezik, illetve hogy rossz a közérzete, a hangulata, ingerlékenyé válik, és azok ugye, akiknek pedig van valami egyéb betegsége, azok a betegségek ilyenkor fellángolhatnak, kiugorhat a vérnyomásra, mellkasi fájdalmak, nehéz légzés jelentkezhet. Úgyhogy ilyen esetekben természetesen mindig orvoshoz kell fordulni, és ki kell vizsgáltatni a dolgot. Aki krónikus légúti betegségben, aszmában, allergiában szenvednek, azoknak az elkövetkezendő időszak tartogat nehézségeket. Különös tekintettel azokra, akik a koratavasszal virágzó növényekre, mint például a mogyoró vagy a fűszfélékre allergiásak. Ezért figyelni kell, amennyiben a tünetek fellángolnának, fokozódó nehéz légzés, köhögés jelentkezik, feltétlenül forduljunk kezelőorvoshoz, hogy lehetősége legyen a megfelelő terápia beállítására, de a D-vitaminról sem szabad megfeledkezni. Igazándiból ugye Magyarország lakosságának körülbelül a 95%-a legalább enyhe fokú, de 25%-a körülbelül súlyos fokú D-vitamin hiányban szenved, tehát a D-vitamin pótlás az mindenképpen indokolt. A legjobb az, hogyha ezt már egyébként szeptember környékén elkezdi az ember, de aki a tél folyamán nem pótol a D-vitamint, az szinte biztos, hogy D-vitamin hiányban szenved, tehát ennek a pótlása feltétlenül fontos. A kezelőorvossal érdemes konzultálni, hogy kinek milyen dózisban ajánlott a D-vitamin szedése, mert nyilván csecsemőknek, kisgyerekeknek más dózisban kell szedni, mint egy felnőtt embernek. Mellette persze, ugye ilyen járványos időszakban érdemes C-vitamint, egyéb multivitamin készítményeket is szedegetni. Ha valaki nem különféle készítményekkel szeretné pótolni a vitamin háztartását, akkor sincs semmi probléma. Ebben az esetben kiegyensúlyozott vegyes étrenddel, megfelelő mennyiségű friss zöldség, gyümölcs fogyasztással, azért a vitamin hiányok nagy része kivéthető.